Hagyomány, hogy minden évben rendeznek időszakos kiállítást a Városháza melletti folyosóján. Most is színes gyermekrajzok díszítik az intézmény közlekedőjét. A jelenlegi tárlaton a Vasutas Települések Szövetsége által már harmadik alkalommal kiírt pályázatra érkező művek láthatók a falakon. Horváth Riárd polgármester, a Vasutas Települések Szövetségének elnöke nyitó beszédében elmondta, a rajzversenyre minden évben fantáziadús, kreatív alkotások érkeznek. Nagyon jó volt tapasztalni azt, hogy mennyire megmozgatja az embereket, a gyerekeket, és igazán nagy öröm volt az, amikor fényképeket kaptunk arról, hogy a díjazottak megkapják a díjat. És hogy mennyire örülnek nekik, hogy mennyire elégedettek, és hogy természetesen jövőre is fognak majd rajzolni, és fognak pályázni. Az egyre népszerűbb rajzverseny témája a jövő vasútja volt, melyre több mint 400 mű érkezett. Országos rajzpályázat elsősorban a Vasutas Települések Szövetségének a tagjai, a tag településeiből érkeztek pályázatok, de azon kívülről is jöttek, sőt külföldről is jöttek, Felvidékről, valamint Erdélyből is érkeztek pályamunkák. Hát azt jelenti, hogy a vasút, mint olyan nemzetközi, és ugye a rajzkedv az is átível a határokon. A kiállítás megnyitón a 60. Kossuth Lajos általános iskola diákjai adtak énekes műsort. Felkészítő tanáruk Birkás Ildikó énekzenetanár volt.